Sok szeretettel köszöntöm az emberiség.hu YouTube csatorna nézőit abból az alkalomból, hogy elértük a 10.000 feliratkozót, ami azt jelenti, hogy a csatornán most már több mint 10.000 ember követi azokat a filmeket, előadásokat és feltett videóanyagokat, amelyek időről időre felkerülnek. Ugye ez a csatorna 2012 decemberében indult, tehát 3,5 éves. Igazából, hogy az emberiség.hu weboldalhoz kapcsolódik, illetve ehhez kapcsolódik még Facebook csoport, illetve Facebook oldal. Annak idején, amikor én ezt az egészet elkezdtem, akkor tulajdonképpen az vezérelt, hogy tenni kellene valamit annak érdekében, hogy a világunk jobb irányba változzon, bár ez a jó-rossz, ez is egy elég relatív fogalom. Tegnap voltunk moziban, és megnéztük a Wonder Woman című filmet, és abban elég sok olyan mondat, gondolat volt az emberiséggel kapcsolatban, ami eléggé elgondolkodtató. Az egyik, ami engem nagyon megragadott, az valahogy így hangzott, hogy amikor a világban odakint azt tapasztaljuk, hogy nagy a baj, akkor két dolgot tehetünk, vagy csináljuk a semmit, vagy csinálunk valamit. Én annak idején, amikor az emberiség.hu weboldalt, meg ezt az egész dolgot elkezdtem, akkor ott a második mellett döntöttem, tehát csinálni valamit annak érdekében, hogy változzanak a dolgok. Ugye az emberiség.hu-nak a mottoja az nem más, mint hogy minden ember felelős minden emberért. Én ezt nagyon komolyan gondolom. Ez a mondat egyébként onnan ered, hogy Szabó Dezső írónak volt egy ilyen mondata, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Ezt még annak idején a trianoni történés környékén vetette papírra, és ez kőbe is van vésve itt Budapesten egyébként, valahol a Gellért hegyen, vagy nem is tudom hol van egy ilyen kis szoborszerűség, vagy egy emlékkő, ahová ezt a gondolatot bevésték. De én ezt továbbfejlesztettem ebben a formában, mert én azt gondolom, hogy nem csak a magyarok felelősek a magyarokért, hanem gyakorlatilag tényleg minden ember felelős minden emberért, illetve kiegészíteném azzal, hogy nem csak az emberért, hanem minden dologért az ember felelős, ami ezen a bolygón történik. Egyébként most Budapesten vagyunk, vagyis vagyok, a Népszigeten, közkedvelt nevén a Szunyószigeten. Annak idején ezen a helyen én nagyon sokat fotóztam, amikor itt laktam Újpesten, nem messze. Itt mögöttem talán picit elmosódva, illetve ugye én árnyékba ülök, és fénybe ott a Duna, és az északi összekötő vasúti híd, északi vasúti összekötő híd. Tehát visszatérve az előző gondolathoz, hogy ugye elértük a 10.000 feliratkozót az emberiség.hu csatornán, videócsatornán. Már nagyon régóta gondolkodom azon, hogy valahogy tovább kellene lépni ebben a történetben. Ugye vannak folytatásos történetek a csatorna filmjei között. Gondolok az Anasztázia sorozatra, vagy gondolok a két évvel ezelőtt indult Ásókapa kamera című sorozatra, ami az önellátásnak a gondolatvilágát, illetve gyakorlati megvalósítását mutatja be. Ugye akik nyomon követik az oldalt, a Facebook csoportot, a Facebook oldalt, illetve magát a YouTube csatornát, ők tudják, hogy két évvel ezelőtt a párommal hoztunk egy döntést, illetve korábban meghoztuk a döntést, a gyakorlati kivitelezése maradt két évvel ezelőttre. Én 44 évig Budapesten éltem, és 2015. április 26-án költöztünk Székelyföldre egy pici faluba. Most nem részletezem, hogy mi vezetett odáig, hogy ilyen messzire, és hogy akkor, és a többi. Ez egyébként benne van az Ásókapa kamera filmben is, illetve sorozatban. De ettől függetlenül az emberiség.hu-nak a dolgai nem változtak, annyi, hogy kevesebbet tudok Budapesten lenni, kevesebb anyagot veszek föl Budapesten, de igyekszem azért ugyanúgy folytatni azt a munkát, amit annak idején elkezdtem. És ha már 10.000-en vagytok, és 10.000-en nézitek rendszeresen ezeket a feltöltött anyagokat, akkor hadd kérjek egy kis segítséget is abban, hogy itt a megjelent videó alá írjátok oda kommentekbe, vagy írjatok e-mailt, írjatok a Facebook csoportba, a Facebook oldalra, bárhova, hogy mi az, ami szerintetek
Tehát mi az, amit szerintetek többen néznétek, vagy sokkal érdekesebb lenne, tehát mivel foglalkozzak többet, mik azok a témák, mik azok a tartalmak, amik érdekesebbek, amit hiányoltok esetleg, mert ez nagy segítség lenne nekem abban, hogy milyen irányokba menjen tovább ez a csatorna. Én már régebb óta gondolkodom azon, hogy egy ilyen bloggá, videobloggá átalakul, és sokkal rendszeresebben fogok jelentkezni. Kérdés, hogy erre majd mekkora lesz az igény, de ez majd akkor fog kiderülni, amikor gyakorlatban is elkezdem megvalósítani ezt a dolgot. Tehát visszatérve oda, hogy emberiség.hu, nem olyan régen megfogalmazódott bennem egy másik gondolat is, hogy próbálom mindig megkeresni annak az okát, hogy miért is lehet az, hogy mi emberek, tehát így bő 7 milliárdan, akik élünk ezen a bolygón, nem tudjuk értékelni azt a csodát, amit az élettől kapunk, amit ez a bolygó tud kínálni nekünk, és gyakorlatilag valahogy úgy érzem, hogy nem jól élünk ezen a bolygón. Nyilván lehet az okokat sokféleképpen magyarázni, hogy mert ezek, mert azok, mert a bankok, mert a politikusok, mert a és a többi, ilyenek és olyanok, és ennek köszönhető ez az egész, de én azt gondolom, hogy mindenkiben önmagában is keresni kell erre a válaszokat. Nem olyan régen megfogalmaztam szintén egy gondolatot, ami így hangzott, hogy a legnagyobb probléma az emberiséggel az, hogy a versengésre épül, és nem pedig az együttműködésre az itt létünk ezen a bolygón, és gyakorlatilag bármit visszavezetünk ide, illetve minden egyes probléma, ami jelenleg megtalálható a világban, az nagyjából innen indul el. Tehát, hogy nem az a fő cél embereknek, embercsoportoknak, különböző érdekcsoportoknak, hogy együttműködés legyen, tehát elsősorban együttműködés, hanem a versengés. Nyilván ez a versengés is visszavezethető arra a rendszerre, arra a rendre, ami szerint ma a világ működik, tehát itt gondolok a profitorientált kapitalizmusra, és ugye előszeretettel mondják azt, hangoztatják sokan, hogy hát jó, de ennél jobb rendszer nincs, és ez a lehető legjobb, mert a piac diktálja azt, hogy kereslet, kínálat, és a többi. Én ezt egy ilyen humbugdumának tartom, mert én azt gondolom, hogy akik ezt mondják, azok elsősorban a haszonélvezői ennek a rendszernek, és ezek nagyon kevesen vannak, mert a többség az elszenvedő alanya ennek a profitorientált kapitalizmusnak, és igenis nem tartom jónak ezt a rendszert. Van nagyon sok alternatíva arra vonatkozólag, hogy mivel lehetne ezt kiváltani. Ugye az emberiség.hu oldalon, a videócsatornán rendszeresen posztoltam ilyen tartalmú előadásokat, témákat, írásokat, kisfilmeket, és ebből kitűnik az, hogy igenis lehetne egy sokkal jobb rendszert építeni. Ugye maga az emberiség.hu egyszerre foglalkozik önismereti kérdésekkel, és egyszerre foglalkozik társadalmi problémákkal, és a társadalmi problémákon belül nem egyszer érintjük a politikának az ingoványos talaját, akár külpolitikában, akár magyarországi belpolitikában. Ugye én maximalista próbálok lenni sok minden tekintetben, és azt látom, hogy Magyarországon belül sem jól működnek a dolgok, illetve a világban sem jól működnek a dolgok. Úgyhogy ezért próbálok alternatívákat megkeresni, felkutatni, közzétenni, közérthetően megmagyarázni. Aztán persze ezek olyan dolgok, hogy egy-egy véleménnyel nem mindenki tud azonosulni, egyetérteni, és az elmúlt 4-5 évben, amióta a csatorna, sőt, most már lassan 7 éves lesz maga a csatorna, az emberiség.hu oldal, nagyon sok támadás ér engem emiatt. Vannak szolidabbak, vannak durvábbak, de mondjuk ezeken annyira nem foglalkozom, csak tényleg aki így kiáll a plénum elé, a nagy közönség elé a gondolataival, a saját világával, az annak számítania kell arra, hogy ez előfordulhat ezt követően. Nem akarom nagyon-nagyon szaporítani már itt a szót.
tulajdonképpen ezt a videót egy ilyen felvezetésképpen készítem. Még egyszer megköszönöm annak a több mint 10 000 embernek, akik jelentkeztek erre a csatornára, feliratkoztak a csatornára, és bízom benne, hogy ahogyan eddig sem okoztam talán csalódást, a jövőben sem fog csalódást okozni ez a csatorna. Nyilván én is azt szeretném, ha minél többen lennénk, és minél többekhez eljutnának ezek a gondolatok. Úgyhogy még egyszer itt a videó végén kérem azt, hogy segítsetek nekem abban, hogy miről olvasnátok, illetve miről néznétek több videót, milyen témákat kellene jobban érinteni, és megpróbálok ezekre folyamatosan reagálni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, most itt kellene egy pesgős pohár a kezembe és kocintania veletek, hogy ez alatt a 3,5 év alatt idáig eljutottunk, hogy ekkora úgymond népszerűségnek örvend a csatorna. Bízom benne, hogy a jövőben is kitartotok majd mellettem, és